Sziasztok, Varga Sándor vagyok, az életemről és azokról a tanulságokról, amiket én menet közben magamnak, mint konklúzió levontam, azokról fogok mesélni. A történet gyerekkoromban kezdődik, ahol egy Békés megyei kisfaluban megszületek, és a kommunizmusban nézem azt, hogy az édesapám és az édesanyám él, dolgozik, tevékenykedik, semmi extra nem történt velem. Elmondhatnám, hogy szegény családból származom, és gumicsizmába jártam iskolába, de az igazság az az, hogy akkoriban mindenki szegény volt. Tehát amikor elkezdeném ezt a nagy, mély, hánytatott gyerekkoromat ecsetelni, igazából csak előadnám azt, ahol nagyjából mindenki így élt, a szülők elmentek a TSZ-be, valaki traktort vezetett, valaki lapátolt, valaki ifát vezetett, munkután bedobtak 2-3 felest, kiki mennyit, aztán mindenki hazajött a családhoz, és érdekelt. Egyébként meglepően egészen jól. Nem létezett a társadalmi különbség ilyen szinten, nem voltak gazdagok. A gyerekkori élményeimben nem volt jelen ami most rázudul a mai fiatalokra. A vállalkozásról, mint jelenségről sem igazából hallottam, és nem is gondolkodtam azon, hogy vállalkozó leszek. A rendszerváltáskor szembesültem először az igazságtalansággal, mindezt édesapám tolmácsolásában, hiszen amikor jöttek a kárpótlási jegyek, volt, aki egy darab papírt kapott, rajta egy összege volt, aki kapott egy kombányt, és a termelő eszközöket és a földöket szétosztották. Apukám egy papírt kapott, amiről kiderült, hogy ha ő igazi komoly közgazdász lett volna, akkor majd később ebből lehetett volna pénzt is csinálni. De hát édesapám nem közgazdász volt, hanem ifát vezetett, ugye? És így rábízták az emberekre ezt a kis darab papírt, amit kárpótlási jegynek hívtak, és aztán az ügyvédek, közgazdászok ezektől a kis emberektől ezt szépen kijátszották, elvették, és ebből nagyon-nagyon sokan meg is gazdagodtak. De ekkor volt először az, hogy ez a biztonsági háló, amit a kommunizmus jelentett, embereknél megszűnt. Édesapám is egy kényszer lépésbe került, hiszen ott maradt egyik napról a másikra állás nélkül, csak úgy, mint édesanyám. Ezek az időszakok nagyon kegyetlenek és nagyon kemények voltak. Édesapámnak el kellett menni dolgozni csákánnyal, lapáttal, valahova, Dunántúlra. Édesanyám próbálta a gondunkat viselni. Itt éreztük, hogy nem a nyertesek közé tartozunk, és egy picit ilyen feszesebb lett a gyerekkoromnak ez a része. De az apukám akkor elkezdett különböző projekteken gondolkodni, vett egy kis zsukkot, azzal szállított dolgokat, elkezdtünk a mezőgazdaságban vállalkozni, édesapám fizikai erejét használva kijárt kaszálni, a szénát összegyűjtöttük, később vettünk állatokat, az állatokkal ezt a szénát megetettük, és egy ilyen kemény, a fizikai munkát használó, a fizikai munkán alapuló vállalkozást kezdtünk el csinálni, amiben mi gyerekek is kivettük a részünket, de mégiscsak édesapában volt a munkának a súlya, és ebből léptünk előre. Később, ahogy édesapám ment előre, mindig talált valami kis lehetőséget. Nagy vállalkozóvá ő nem fejlődött, alkalmazottjai nem lettek, de mindig kereste az útját, és nagyjából mindig talált egy olyan problémát, amit ő tudott megoldani. Én akkoriban a vállalkozáshoz nem értettem, nem érdekelt, és egyáltalán nem gondoltam, hogy én bármikor fogok ilyet csinálni. Leginkább azért sem, mert a mezőgazdaság és az állattenyésztés és az ezzel kapcsolatos tűző munkán végzett kapálás, csákányozás az nem annyira jött be nekem, és nem annyira láttam az életemben azt, hogy én így szeretnék élni. Én akkor is már gyerekkoromban inkább egy ilyen elméleti ember voltam, akinek a könyvek világa, a problémák megoldása, a sakk, és a gondolkodás jött be igazán, úgyhogy amikor lehetőségem volt, akkor én el is mentem otthonról, 14 éves koromban egy katonai középiskolába kerültem, megtapasztaltam, hogy működik a rend, hogy működik a fegyelem, hogy működik a hierarchia, és megtapasztaltam ebben az időszakban ennek a kettősségét, hogy én voltam a lázadó, a szülői felügyeletből kiszakadó emberke, miközben a honvédségnek egy ilyen kötelékében parancsokat hajtottam végre, adott esetben utasításokat adtam. Nagyon hasznosnak ítélem ezt az időszakot, mert megtanultam utasítani. A legtöbb ember nem tud egyértelműen, tisztán átadni információt csallang nélkül, mert morális helyzetbe rakja ezt az egészet, és ebből lesz egy ilyen
rengeteg többlet információt tartalmazó, elnézést kérek azért, mert hozzád szólok, tök hatékonytalan és ilyen energiapocsékló valami, miközben én azt gondolom, hogy az egyszerű utasításnál nincsen hatékonyabb mód, és hogyha két ember abban a kapcsolatban van, amelyben az utasítás átadása, az nem csicskáztatás, kihasználás, és itt nem ezeket az élményeket adja, akkor ez egy nagyon jól működő történet, és azt gondolom, hogy ennek az alapjait nekem a katonai középiskola tette le az életemben, miközben egyébként életem egyik leglázadóbb korszakát, egy kicsit egy ilyen paradox, ambivalens történet volt ott. 18-es koromra elkezdtem komolyan gondolkodni az életemről, ami azt jelenti, mint a legtöbb ember, a lehető legkisebb energia befektetéssel, hogy keresek a legtöbb pénzt, és mivel én a lázadó korszakomban túl sokat azért nem forgattam a tankönyveket, minden más sokkal jobban izgatott, ezért számba vettem, hogy mi az, amiben erős vagyok, ez akkor a matematika volt, megnéztem, milyen olyan egyetemi szakok vannak, ahova a matematikával lehet bekerülni, és megbecsültem, hogy melyikkel, vagy mennyit lehet keresni, mint alkalmazott. A választásom a programozó matematikus szakra esett, hiszen az akkor, beszélünk 1998-ról, akkor az egy ilyen új forradalmi, valami komoly dologgal kecsegtető dolognak hatott. Szóval elmentem Szegedre, bekerültem ebbe a programozói világba, a szüleim épp akkor megint egy mélypontot éltek meg, és nekem az egyetem mellett egyből el kellett mennem dolgozni, a Melódiáknál kezdtem el tevékenykedni, gyakorlatilag a beiratkozásommal párhuzamosan, és azt gondolom, hogy ezekben az években csiszoltam ki a személyiségem alapjait. Korábban már láttam édesapámtól, mi az, hogy munka, mi az, hogy kemény munka, milyen az, hogy valaki elhivatott és elkötelezett, és milyen az, hogy a keze közül minőséget ad ki. Én megtanultam gyerekkoromban dolgozni, és ezt kamatoztattam. Nem voltak nagy ötleteim, én nem az a srác voltam, aki elment egyetemre, és kis seftekkel összerakott nagy sztorit. Én az a srác voltam, aki fölkelt hajnal 4-kor, fölült a munkásjáratra, elvitték Csongrádbokrosra, adtak egy lapátot, és lapátoltam a Márkiszt. Kutyatápgyárban dolgoztam ebben az időszakban, és aztán visszamentem, pihentem, és ha volt időm, akkor bementem egyetemre, ha volt időm, akkor részt vettem előadásokon. Általában nekem erre időm nem volt, úgyhogy nagyon-nagyon ritkán jártam be nappali tagozatosként iskolába. Az egyetem után elmentem alkalmazásba, elkerültem ez a kis céghez, ahol a második nap kaptam egy feladatot, adatbázisok szinkronizálása, amit nem is tudom, hogy azóta hatékonyan megoldottak, valószínűleg igen, de a feladat az annyira meghaladta a képességeimet, hogy azt sem tudtam, merre induljak. Csoportokba vettem részt, leírásokat kerestem, ráadásul, mivel én gyerekkoromban nem programoztam, tehát hihetetlen versenyhátrányom volt azokkal az osztálytársaimmal szemben, akik gyermekkorukban már kódokat írtak. A kódolásom ez ilyen össze-vissza volt, egy ilyen salátára emlékeztetett, nem volt megfelelően struktúrában rakva, és ez az a 3 hét, amit itt töltöttem, segített abban, hogy rendszerezzem a gondolataimat, megértsem azt, hogy egy nagy falatot hogy kell részproblémára lebontani. Tehát egy nagyon hasznos időszak volt, de mivel az akkori párom nem talált munkát magának Szegeden, úgy döntöttünk, hogy mi erről a helyről, ahol én sem szerettem dolgozni, elmegyünk Békés megyébe a szüleinkhez, és majd ott fogunk szerencsét próbálni, nem kell fizetni a bérletet, és akkor majd bejárunk Békés Csabára, és majd ott milyen jó lesz nekünk. Visszaköltöztünk Békés megyébe. Az a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdába, az nagyon-nagyon igaznak bizonyult. Nekem a szüleim roppant erős karakterek. Nagyon kemény kiállású édesapám van, édesanyám is egy önmagáról intenzíven gondolkodó ember volt. És nagyon-nagyon nehéz volt nekem simulékonnyá válnom, nagyon nehéz volt az addigi én élem az életemet a saját törvényeim szerint, ebből a történetből elkezdenem alkalmazkodni a szüleimhez, úgyhogy én nagyon rosszul éreztem magam, és ráadásul Békés Csaba akkor sem a lehetőségek hazája volt. A vidék az szerintem azóta is vidékként funkcionál, úgyhogy azon gondolkoztunk, hogy valószínűleg el kellene mennünk Budapestre, valószínűleg olyan helyre kellene mennünk, ahol nyüzsgés van, és ahol könnyebben találunk munkát, és talán nagyobb lesz a fizetés. Akkoriban édesapám még a kis házukat újítgatták föl, és az egyik segédmunkás mesélt arról, hogy ő Esztergomban dolgozott, talán a Suzuki-nál, egy munkaerőkölcsönző cégnél, és mennyire jó lehetőség volt, mert kaptak szállást, kaptak étkezést, és kaptak fizetést, akkoriban ez valami 110 000 forint volt, és ő ott volt, és tudott spórolni, és mennyire szerette.
megbeszéltem az akkori párommal, a későbbi feleségemmel, hogy mi lenne, ha mi elmennénk Esztergomba, és egy munkaerőkölcsöző cégnél vállalnánk munkát, mind a ketten dolgoznánk, kapnánk szállást, az egyikünk béréből élnénk, a másikunk bérét pedig szépen félreraknánk. És akkor 4 hónap múlva lenne egy 300-350 ezer forintunk, ezzel az összeggel képesek lennénk elmenni Budapestre, ebből az összegből ki tudnánk kaukciózni egy lakást, és Budapesten tudnánk munkát találni, és az első fizetésig ebből az összegből, ebből a 300 ezer forintból tudnánk élni, és aztán pedig a beérkező bérből aztán megvalósítjuk az álmainkat. Na most föl is jöttünk Esztergomba, egy munkaerőkölcsönző céghez, elkezdtünk operátorként dolgozni. Én 2 hétig voltam bent a gyárba, mert szerencsére a mostani kollégám észrevette, hogy intelligens vagyok, és szerinte ezt a csapatot tudnám támogatni. Ezért sofőrállást kaptam, a munkaerőkölcsönző cégnél lévő operátorokat szállítottam, de az akkori vállalkozásban, az akkori cégben észrevettem, hogy a technológiai fejlettség az elég alacsony szinten áll, és javaslatot tettem az akkori tulajdonosnak, hogy én, mint programozó tudnék programokat írni a bérszámfejtéssel kapcsolatban, és így tovább, mi lenne, hogyha egy picit ezt a céget elkezdeném fejleszteni, és ezáltal az a cég kicsit megfelelne a 21. század elvárásainak. Engedélyt kaptam, úgyhogy én életem utolsó számítógépes programját, egy bérszámfejtő programot írtam a cégnek, amivel mindenkit lenyűgöztem. Ennek köszönhetően a cégnél a megbecsülésem nőtt. Ebben a cégben a sofőrből gazdasági vezető lettem, és az ötleteimmel elkezdtem a költségeket finomítani, és minél nagyobb, minél hatékonyabb működést létrehozni. Ebben a hatékonyságban vettem észre azt a hibát, hogy a tulajdonosunk felvett egy buszsofőrt, volt 2 busza, és észrevettem, hogy a buszsofőrünk alig dolgozik, cserében nagyon-nagyon sokszor újítatja fel a buszokat, és mellette kb. Egy ilyen vállalkozáson belüli vállalkozást üzemeltet, hiszen a buszsofőrünk buszsofőröknek fizetett. Éreztem, hogy itt valami nagyon nem kerek és nem hatékony, ezért a tulajdonossal egyeztettem arról, hogy én megversenyeztetném ezt a pozíciót, mert szerintem nekünk így, hogy saját buszunk van és saját buszsofőrünk, többbe kerül ez a szolgáltatás, mint hogyha ezt kiszerveznénk a piacra. Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor arról beszélek, hogy kell találni egy kérdést, kell találni valamit, ami nem működik jól, mindig erre gondolok. Hogy nézed a környezetedben lévő információkat, és érzékeled, hogy valami nem kerek, van egy olyan kérdés, amit nem válaszoltak meg jól. Amikor ezt észreveszed, akkor mész tovább az úton. Első körben én csak azt akartam, hogy legyen egy hatékonyabb működés, kevesebbe kerüljön egy talán magasabb minőségű szolgáltatás. Megtendereztettem ezt a szolgáltatást, de akkoriban a buszos cégeknek rengeteg munkája volt. Akkor jöttek Magyarországra az ipari parkba különböző gyárok, mindenki felvonult a szakadt ikaruszaival, és elég komoly költségért dolgoztak. Édesapámmal egyeztettem, hiszen neki volt tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy idősebb járműveknek mi a fogyasztása, a karbantartási költsége. Arra jöttem rá, hogy ha én vennék egy buszt, és sofőrökkel másodállásban kötnék szerződést, akkor én kedvezőbb árat tudnék adni a főnökömnek, mint a beérkező árajánlatok, úgyhogy még pénzem is maradna. Úgyhogy én mondtam a tulajdonosnak, hogy mit szólna, hogyha lenne egy ilyen kis buszos vállalkozásom, ahol én vennék egy buszt, és adott esetben, hogyha ugye akkor már beindult a pénzzel kapcsolatos gondolkodás, mi lenne, hogyha azt a buszt, ami neki úgyis fölöslegessé válik, hogyha kiszervezzük ezt a folyamatot, én megvenném, majd 3 hónap múlva fizetném ki a vételárat, és én megszervezném erre a munkát, neki lényegesen olcsóbb lesz, mint amiben most kerül, nekem adna a lehetőséget arra, hogy egy picit vállalkozzak, és akkor mehetnénk tovább így. Tulajdonosabb belement, én a JGD 626 típusú lepattant 30 éves ikaruszt így megvásároltam 600 ezer forintért, ez volt az első buszom, és az egyik kollégám, akár mondhatom a nevét is, Ladányi Józsi segített nekem abba, hogy a volánnál másodállásból szerezzünk, a volán sofőrök közül szerezzünk sofőröket, akik aztán nekem dolgoztak. Nekik tudtam adni egy tök jó bért, mivel nem kellett az egész járulékterhet nekem fizetnem. Ráadásul ezek a sofőrök segítettek abba, hogy a karbantartás hatékonyan és a lehető legjobb áron történjen, és elkezdtük ezt a vállalkozást. Gyakorlatilag, ahogy én ezt a vállalkozást elkezdtem, és akkor mindig eszembe jut az alkimistában ez a jelenet, amikor ez a kedvező kezdet állapota van,
a gyár, ahova szállítottam az embereket ezzel a busszal, átállt olyan túlórára, amikor minden egyes dolgozótól azt kérték, hogy ha tud, akkor maradjon még 4 órát. Tehát amikor az üzleti tervemet elkészítettem, én azzal kalkuláltam, hogy nekem a buszom naponta 3-szor fog fordulni, tehát van 21 kanyarom hetente, és így tovább kiszámoltam a költségeket, megbecsültem az amortizációt, és így tovább is számoltam egyfajta nyereségre. Azonban arra álmomban sem gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha hetente a buszom nem 21 kanyart megy, hanem 42-t. Azzal a szerencsés kezdettel találtam magam szembe, hogy a profit, amire kalkuláltam, az 2,5-szer nagyobb lett. Gyakorlatilag ezzel a buszos vállalkozással közel 700 ezer forintot kerestem az első hónapban, amiből ki tudtam fizetni a 600 ezer forintért vásárolt buszomat. Tehát amikor azt mondják emberek, hogy a vállalkozás felépítéséhez kitartó kőkemény munkára, áldozatokra, elképesztő motiváltságra, és így tovább van szükség, akkor én szívesen elmesélem mindenkinek ezt a történetet, hogy a jó vállalkozás az mindig a lehetőségek észrevétele, megragadása és a kérdés tökéletes megválaszolásában rejlik. És az életem tele van olyan időszakokkal, amikor nagyon-nagyon-nagyon komolyan mentem, amikor nagyon keményen kellett dolgoznom, találtam olyan kérdést, amelynek a megválaszolása kitartást és eltökélt munkát igényelt, azonban vannak olyan kérdések, amelyeket észreveszel, és könnyen megválaszolsz. Én már akkor is egészen jól optimalizáltam, gyakorlatilag ezt a vállalkozást szétszerveztem, bevontam a kollégámat, a kollégám tartotta a kapcsolatot a buszsofőrökkel, a másik kollégám tankolta a buszt, mindenkinek adtam pénzt, és én tök nyugodt voltam. Ezzel a vállalkozásommal nem hiszem, hogy heti 2 óránál többet foglalkoztam, mondjuk a 3. hónaptól. Megoldottam egy problémát, kaptam profitot, vállalkozó voltam, és elkezdtem pénzt keresni. Nyilván mi a következő lépés, hogy veszel még egy buszt, és így tovább, az életem ment tovább, és mivel lett egy vállalkozásom, egyre inkább éreztem azt, hogy az alkalmazotti státusszal én nem fogok megelégedni. Rádöbbentem arra, hogy én nem akarok életem végéig alkalmazott lenni. Soha korábban nem gondoltam úgy magamra, hogy majd vállalkozó leszek, nem olvastam ezzel kapcsolatos könyveket, nem jártam tréningre, nem voltak céljaim. Egész egyszerűen azt éreztem, hogy szeretnék egyfajta alkotást, és legyünk őszinték ezen a ponton, szerettem volna több pénzt. Azt éreztem, hogy tehetséges vagyok, azt éreztem, hogy észreveszem a kérdést, azt éreztem, hogy jó választ vagyok képes adni, és egy picit azt is éreztem, hogy ez nekem menne tulajdonosi háttér nélkül is. Én akkor addigra már tőkét raktam össze, a profitot, amit a buszos vállalkozásomból kerestem, félretettem, menet közben mi takarékosak voltunk az akkori párommal, és mivel tőkém is volt, úgy gondoltam, hogy megvan hozzá a tehetségem is, én akartam egy saját vállalkozást. Leültem a tulajdonossal, és elmondtam neki, hogy szerintem én nem leszek az, aki egész életében neki fog dolgozni, és nagyjából 2 utat látok. Az egyik út az az, hogy elmegyek tőle, és építek egy saját vállalkozást, ami bizonyos metszetem majd biztos, hogy konkurencia lesz, és az én pótlásomat megoldani szerintem nem lesz könnyű, mert ez a cég most más képlüktet és másfajta információkat birtokol. A másik pedig az, hogy megérti azt, hogy én nem tudok az ő alkalmazottja lenni életem végéig, viszont beleállok ebbe a történetbe, még több felelősséget vállalok, és őt teljesen mentesítem mindenfajta feladattól, és ebben az esetben lehetnénk akár társtulajdonosok. Az akkori tulajdonos azt mondta, hogy szerinte ez így működik, és így lettem társtulajdonos ebben a vállalkozásban, és minden addiginál lényegesen több pénzt kezdtem el keresni. Ahogy az egyik legbölcsebb ember mondta nekem, a pénz a meglévő rendetlenségből mindig még nagyobb rendetlenséget csinál. Velem sem esett ez meg másképp. Amikor elkezdtem pénzt keresni, tehát azzal a múlttal rendelkező falusi kisfiú, aki gumicsizmába járt iskolába, és így tovább, és hogyha akkor még nem tudtad, hogy szegény vagy, utólag mindig megírod magadnak a történetet, hogy te milyen szegény vagy, és elkezded ezt a fejlődésregényt előadni mindenkinek, mert ezt imádják, hogy te a semmiből jöttél, de hittél magadba, stb. Hiszen én is, amikor a társadalom adta nekem ezeket a történeteket, meg a hitet, akkor ezeket én is szívesen alkalmaztam. De megérkezik ez az ember, aki a büszkeséget, a kivagyiságot
még nem érti, és ehhez kap hihetetlen energiát. Ahogy elkezdett pénzem lenni, hitelre vettem nagy autót, tehát nem volt annyi pénzem, hogy megvegyem a akkor megjelent X5-öst. Egybe a lehető legkevesebb önerővel, a legtöbb törlesztő részlettel, ahogy lehetett, beleugrottam, hogy mindenki láss, hogy mekkora nagy király vagyok. Gucci, Armani, Prada, mindenhol logók, minden, úgy néztem ki, mint egy ilyen, ez az újságos bódé, jelekkel, logókkal, tarkabarkával, szaladgáltam ész nélkül, minősítetetlenül beszélve néha a környezetemmel, az akkori páromat és az ő gondolkodásmódját egyáltalán nem tisztelve, építettem magamnak egy baszott nagy trónt, onnan néztem körbe a világba is, ugye amikor a kisember kikompenzálja önmagát, hogy nagyon nagynak tűnjön, akkor ott a rendetlenség az megjelenik. Ebben a rendetlenségben az alkoholhoz való hozzáállásom, a világom egy picit megnőtt entrópiával volt jelen, és az egy dolog, hogy amikor az ember megérti azt, hogy mi az, hogy kivagyiság, amikor megérti egy ember, mi az, hogy büszkeség, és visszatekint erre, látja ennek az értelmetlenségét, de ami miatt ezt elmeséltem, hogy a pénz az egy óriási energia. Amíg te nem vagy rendben, addig a pénz rendetlenséget okoz. Ez nem az én szavaim, Janka János fogalmazta meg így, szerintem ennél jobb megfogalmazása a pénznek nincs. Ezt az energiát, ha megkapod, megkapja benned lévő rendetlenség, a benned lévő rendetlenség, ami a pénzzel akar valamivé válni, akkor ez meg fogja csavarni az életedet. Amikor ez a siker, millionér, nem tudom milyen Insta oldalak fölvillantják a magánrepülős, Ferrari is, tök mindegy milyen képeket, és ez miatt akarsz vállalkozni, a jó hírem az, hogy ezeket, ha eléred, valószínűleg az életed még rosszabb lesz, mint most. Akármekkora is benned a rendetlenség, akármennyire is nincs önértéked, nincs önbecsülésed, akármennyire érzed magad szürkének, ha ehhez pénzt ad a rendszeredbe az élet, akkor az mindenféleképpen megcsavar, mindenféleképpen elvisz egy rossz irányba, és picit csúnya szót mondok, de egy picit tönkre is tesz. Azért beszélek arról, hogy vállalkozni, problémát megoldani zseniális, és az ezzel együtt járó anyagi függetlenséget, a pénznek a kényelmét megélni, az egy csoda, de vigyázzunk, mert hogyha megyünk előre, és abban reménykedünk, hogy a pénzen vásárolt jelvények, eredmények felvillantásán keresztül lesz egy elégedett életünk, akkor rosszul gondolkodunk. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy ezt így elmondva bármit is tudok változtatni a világon, de azonban, hogyha esetleg eléred azt, hogy lesz pénzed, és már megvetted a 26. Gucci-övedet, meg órádat, és még mindig úgy érzed, hogy szorít a cipő, akkor ténylegesen kezdj el gondolkodni az egésznek az értelmetlenségén. Én a büszkeségből építettem egy akkora tornyot, amiből óriási testem pofára. Nem tudom, hogy a toronyépítés és az eldőlés nélkül meg lehet-e ennek a bolondságát érteni. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy mindenkinek meg kell építeni a maga tornyát, de amikor ez a torony összeomlott, és ennek a toronynak az összeomlása az gyorsan történik, és amikor ott vagy a földön, akkor aztán próbálsz kapaszkodni mindenbe, tehát akkor aztán bejönnek a spirituális tanítók, aztán megjelenik a vonzás, akkor aztán megjelenik a remény, aztán megjelenik a univerzumnak csak mondok valamit, és majd visszaadja című összes hülyeség. De tudd, hogy ezek kapcsán ilyenkor egy újabb tornyot akarsz építeni, és nagyon-nagyon szerencsés vagy akkor, hogyha rádöbbensz arra, hogy ez a torony ez hamis. Hogy te nem egy torony vagy, hanem egy emberi lény. Nekem nagyon-nagyon sokat segített akkor egy ember, aki a megfelelő kérdéseket tette föl nekem a megfelelő időbe, és rádöbbentem arra, hogy már megint kompenzálok, már megint tornyot építek. És azt gondolom, hogy ennek kapcsán kezdtem el másképp gondolkozni az életről, másképp gondolkodni a vállalkozásról, és bízom benne, hogy egy picit ez segít abban, hogy te is a jó kérdéseket tedd fel magadnak, ne pedig az újabb toronyépítésbe vágj neki, ahol
marketingesek által létrehozott márkákon keresztül akarsz valamivé válni. You can call me stupid. You can call me cheap. You can say I'm lame.